Sok szeretettel köszöntöm a Babics Művődési Ház Facebook oldalának nézőit, illetve, hát, ahogy már az új nevén mondva, Szexárd Agóra. Szóval kaptam a Szexárd Agóra, Agórától, pontosabban Gonda Máriától egy nagyon kedves felkérést, hogy anyák napjára készítsek egy videót, egy zenés videót. Ezt egy kicsit tovább gondoltam, és készült belőle egy videoklip, aminek szerdán, tehát kedden volt a felkérés, és szerdán elkészült a magyar szövege csütörtökön Boncsér barátommal, mert bevontam őt is, aki az Operaház szintén egyik vezető tenorja. Együtt elkészítettük ennek az anyáknapi dalnak a videóklipjét, ami azért érdekes, mert eredetileg Pavarotti énekelte, ő tette talán az új, újkoremberének híresi ezt a dalt, Mamma címmel. és ez a magyar szövege. Magyar szöveggel most a Hálám címet kapta, és hálásak is vagyunk tényleg, hogy a szüleinkre, a nagyszüleinkre, úgyhogy főleg a nagymamákra, a édesanyákra gondolok ilyenkor. Úgyhogy ez történt, csütörtökön felénekeltük a zenét, azt kiküldtem Keresztes Zoltán barátomnak, aki még mindig Wuhanban él, egy remek hangmérnök, hát igen, ahonnan a vírus jött, úgyhogy most visszaküldtük meg én ezt a zenét, hát hogyha ez a vírus a gyökereinél most elpusztul, de hát most elsősorban nem ez a cél, ez az anyák napjára gondolok inkább most. Pénteken pedig felvettük a videót, kiki -ki a saját környezetében, én Szegeden, pár helyszínen, a Szegedi Rögpalotában, a mellette lévő kávézóban, illetve az Újszegedi Szabadtéri Színpadon, ahol hát sajnos is idén nem lesz semmilyen műsor, úgyhogy lehet, hogy én voltam az idén az egyetlen, aki ezen a színpadon fellépett ezzel a klippel. Ami még fontos, hogy estére elkészült a, a zene is, megkaptam Wuhanból, elküldtem a, a videófelvételeket és a zenét a drága lányomnak Budapestre, Dorinának, aki ma hajnalra, az a szombat hajnalra össze is vágta ezt a klipet, amit ajánlok, és most először itt vetítünk le a felkérőknek a honlapján, a Facebook oldalán, a Szexárdagóra Facebook oldalán, és ha tudjátok, vagy tudják, osszák meg minél többen, mert nagyon nem nagyon tudjuk most személyesen megköszönni anyáknak, édesanyáknak, ha csak úgy nem, hogy bekiabálunk a kert kapun, vagy beintegetünk, vagy fölintegetünk az erkére, de hát minden esetre ezzel a klippel most az online térben szerintem egyszerűbben meg tudunk emlékezni az anyákról, nagyanyákról, mert hogy holnap anyák napja. Köszönöm szépen, hogy ezt az ötletet bedobtátok, és ez a klip elkészülhetett. Hajrá, szexárd! Hajrá, szexárd a góra. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és, és, boldog ünneplést kívánok, boldog anyák napját, boldog nagyanyák napját is. Hello, viszlát!